Üdvözlök mindenkit itt a Grimmau stúdióban, én Herman Zsófia vagyok, festőművész, illetve Tóth Xenia képzőművész és Sándor János művészettanár. Most harmadjára ülünk össze egy olyan témával kapcsolatban, hogy mit is lehetne változtatni az oktatásban a művészettel kapcsolatban. Én még úgy döntöttem, hogy bőven van itt még kifejteni való témánk, és ezért gondoltam, hogy még bevetem azt, hogy ténylegesen nektek van-e esetleg valamilyen ötletetek arra nézve, hogy hogyan lehetne mégis megváltoztatni a mai magyar oktatást Magyarországon a művészet területén. Hát, hogyha tehát a művészet területéről beszélünk, értem, de ezt az egész rendszert lehetne egészében fogva is egy kicsit jobban megvizsgálni, mert maga a struktúra, ami benne a művészet helyet kap, a művészet oktatás helyet kap, az maga egy olyan, tehát egy olyan eredményorientált struktúra, amelyik nyilván az érettségükben mérhető le, és akkor van az a szelektálás nevezetű fogalom, amelyikben a diák ugye szelektálja azokat a tárgyakat, amikre szüksége van az érettségihez, meg amihez nem. Na most, hogy itt felmerül az a kérdés, hogy akkor miért kell annak az érettségének megfelelni? Tehát ugye ez az egész rendszer arra van kitalálva, hogy minél jobb eredményekkel záruljon az élet ezen szakasza, és akkor egy magasabb szinten tovább folytathatja. Ezeket mérni kell, tehát ez a alapja ennek a dolognak, hogy mérni kell azt, hogy ki a tehetségesebb, okosabb, ügyesebb és rátermettebb, és ezt nem tudjuk máshogy, csak pontokkal, mérni jegyekkel. Na most ennek nyilván vannak alternatív megoldásai is, de alapjáraton én azt vettem észre, hogy abban a struktúrában, amelyikben én tanítok, ott nagyon-nagyon leterheltek, főként az érettség idején a diákok, főként ezek miatt az elvárások miatt leterheltek. Mindenkinek nagyon meg kell felelnie, és akkor valamikor például visszatérve a relaxációhoz, amit az előző beszélgetésünk alkalmával felhoztunk, hogy a tanárnak is kell kiszuszogja magát, de van, hogy a diák ugye a rajzórán szuszogja ki magát, mert mindenhol másút viszont teper. Elnézést, hogy közbevágok, és szerinted ez fair így a diákokkal, valamint a tanárokkal, valamint a szülőkkel szemben az, hogy állandó versenyeztetésnek vagyunk kitéve? Vagy így konkrétan így a társadalmunk? Tehát, hogy ez ma még ez korszerű lehet, konkrétan ez a fajta verseny pontrendszer alapján való mérés egy állandó feszültséget okoz az emberekben, és esetleg bizonyos egyénekben pont, hogy elnyomásba kerülnek ez miatt, van pont, hogy kiszorulnak bizonyos dolgokból, mert olyan szintű nyomás alatt vannak, és állandó feszültség alatt vannak a verseny miatt, és kell, hogy mindenki versenyszellem legyen? Ezt a gondolatot én egy szóval se támogattam, tehát hogy nem hiszem, hogy itt vitáznunk kellene ezen, mert én úgy fogalmaztam ezt meg, hogy de szerintem nincsen rendben, tehát hogy ez egyértelmű volt a részemben. Hogy ez nem ellened indult támadás volt, egyáltalán csak, hogy akkor erről is beszéljünk, mert olyan természetesen mondtad, és nem mondtál hozzá saját véleményt, csak elmesélted a rendszert, tehát hogy ezzel semmi gond nincs, csak azért nem támadóan akartam közbevágni, csak fontosnak tartottam, mielőtt még elsikkad ez a gondolatmenet, vagy tovább lépünk, hogy ez valójában jó, tehát hogy itt alapjaiban kéne megváltoztatni lehetséges ezeket a rendszereket. A kérdés már csak, hogy hogyan. Hát igen, várom a tanácsokat. Ó, emlékszem, hogy amikor még szóba jött, hogy én tanítani fogok, akkor nagyon sokat kattogtam rajta, hogy hát hogyan tegyek különbséget, hogy ugye mennyire szubjektív a képzőművészet, hogy én ezt így osztályozzam, meg nagyon sokat nem is érdekel, meg most vegyem el a kedvét azért, mert mondjuk nem tud egy kört lerajzolni, vagy bármi ilyesmi miatt attól, ami igazából mindenkié. Tehát, hogy ez nem fair, ez a hozzáállás, és tényleg én is azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne ezt a versenyszellemet kiiktatni. Akkor még úgy gondoltam, hogy biztos, hogy ketté választanám a csapatot, és akkor azt mondanám, hogy ti
ha szeretnétek a művészettel foglalkozni komolyabban, akkor nektek valós jegyeket adok, és akkor a többieknek pedig gyakorlatilag csak egy megfelelt, vagy nem megfelelt, tehát hogy jelen vannak az órán, illetve nem. És inkább egy párbeszédet folytatnék velük a művészettel kapcsolatban, mint inkább bemagoltatnám velük az évszámokat és a neveket. Igen, biztos, hogy nagyon fontos lehet egy kialakult diskurzus egy osztályban, az, hogy az emberek egyáltalán megmerjenek nyilvánulni bármilyen szinten is, elmerjék mondani azon álló véleményüket. Erre például tényleg kiváló lehet egy ilyen vizuális óra, főleg, hogy tényleg képekben, képekről, példák alapján elmondhatják önállóan a saját véleményüket. Én egyébként sok tanárt ismerek, aki most már ezt a módszert valóban alkalmazza, tehát, hogy tényleg kíváncsi, és az egyetemen is, hála az égnek, sokszor volt olyan, aki tényleg nem arra volt kíváncsi, hogy én elolvastam-e azt az esztétikai művészetelméleti szöveget, és vissza tudom-e szóról-szóra a könyvet adni neki, hanem arra volt kíváncsi, hogy van-e esetleg bármilyen gondolat, ami bennem megszületett az olvasás kapcsán. Igen, erről eszembe jut az esztétika vizsga Varga Tündével, akivel gyakorlatilag egy diszkurzus folytatunk rá, és nem is éreztem, hogy egy vizsgán közös, vagy. Közös tapasztalatunk mi, van. Cseréltük egymással gondolatokat, és igen. Milyen klassz élmény volt gyakorlatilag igen. Így. Hát akkor mind a hármunknak hasonló élményeink vannak a képzőről, és amúgy ezek tényleg nagyon királyak voltak szerintem is. Az a helyzet viszont, hogy amikor, tegyük fel, van 500-600 diák, akkor belül nagyon nehéz úgy válogatni személy szerint, hogy minden osztályban legyen egy élboly, legyen egy olyan boly, akik nem annyira teszik magukat oda. Én azt lenne jó, hogy mindenkit be tudnék valójában kapcsolni. Tehát, hogyha valaki szeretne többet tudni, az nyilván akkor megy kiállítást nézni velem, vagy jár rajzszakkörre, vagy ott van a fakultáció. Tehát olyan dolgokra jelentkezik be, akár nem is nálam, hanem mondjuk elmegy egy rajziskolába, ahol őt ezzel foglalkoztatják. Igen, de hogyan alakul ki ez a dolog, hogy egyáltalán felmerül benne a gondolat, hogy őt ez érdekelni? Tehát nem úgy, hogy elviszed őket, és akkor hú, ez egész klassz dolog, akkor én szeretnék ezt becsatlakozni? Gyorsan hozzáteszem, hogy van egy olyan réteg, ami mindenkit érint. Tehát, hogyha abban a 45 percben, amit én az órának tudhatok be, abban nem tudom őket megszólítani, akkor máshogy se lenne rá időm, mert ugye arra már a diák veszi rá magát. Tehát, hogy nem tudom ezen a 45 percen felül mondjuk úgy pörgetni magamat túl, hogy tényleg mindenkire külön időm legyen, és mindenkit úgy fejleszek, ahogyan. Tehát, hogy itt kollektíváról van szó sajnos. Elnézést, egy töltelék kérdéssel nyitnék most így feléd, Jani. Csak annyi lenne, hogy egyébként az iskolában, ahol tanítasz, ott te tartod az ilyen délutáni szakköröket is konkrétan, vagy hogy kell ezt elképzelni? Tehát leadod délelőtt az órákat, majd maradsz délután, és akit érdekel, aki jelentkezik ezekre a szakkörökre, azt te így este 6-ig, fél 8-ig még tovább oktatod és fejleszted? Úgy néz ki, hogy van ugye legalább 20 óra, amit le kell egy héten tanítanom, a további 20 az pedig dolgokból jön össze, például szakkörök, fakultáció, egyebek, és még a felkészülés az órákra, és még a részvétel a szülői értekezleteken, vagy bármi egyéb. Na most úgy néz ki ez, hogy ezeket én tartom, amikor van, tehát főként rajzszakkört tartok, sakszakkört tartok, meg van egy rajz, vizuális kultúra fakultáció, akik meg úgymond azok, akik talán még érettségiznek is ebből. Tehát aki rajz és vizuális kultúra fakultációra jár, ők minden bizonnyal nagyon érdeklődőek a művészettel kapcsolatban. Ezekre pedig szerintem aki akar, az be tud járni, hogyha meg tudja magának engedni. Hogyha nem tudja megengedni magának, mert hogy pont a suli akkora teszi ezeket az eseményeket, amikor ő nem ér rá, akkor talál rá más utat. De én tanárként nem tudok ráakaszkodni a diákomra, hogy na most akkor szombaton gyere be, és akkor veled külön foglalkozok. Ez kicsit már úgy érzem, hogy az ereimen felül van, meg nincsen hozzá az a keretrendszer, amiben ez törvényesen alkalmazható lenne. Tehát ez nehéz így az iskolán kívülre vinni át ezeket a programokat. Még egy fontos dolog, szerintem, amiről mindenképpen beszélnünk kell, mind oktatás, mint nagyon sokféle munkatevékenységi kör egyébként így az életben. Egy valami nagyon fontos szerintem, hogyha valaki emberekkel foglalkozik, akkor annak nagyon fontos lenne az, hogy szeresse az embereket, vagy szeresse
az emberekkel való foglalkozást, és legyen valamiféle szent célja az, hogy az emberek életén valahogy ezzel változtat. Tehát egy tanár nyilvánvalóan változtat, persze változtathat nagyon negatív irányba is azzal, hogy nem szereti a gyerekeket után bejárni, ugyanúgy, mint a diákjai utálják az ő óráját például. Nem csak ilyen negatív dolgokat akarok mondani, mert vannak nagyon olyan tanárok, akiknek élvezet az óráját hallgatni, akikkel élvezet közreműködni, akikkel lehet csapatban dolgozni, és szerintem, hogy ezen nagyon lehetne fejleszteni, már csak azzal is, hogy egyszerűen az olyan ember, aki mondjuk nem szereti az embereket, és nem akar segíteni, és nincs egy belső késztetése arra, hogy valamit jobbá tegyen valaki életében, akkor ez ne adja a fejét pontosan egy ilyen dologra, ahol akár 500 embernek az életét kell valamerre terelgetni a kis útjait. Én ezt saját tapasztalatban is mondom, bár én nem végeztem el a tanárszakot itt a képzőn, de attól függetlenül én is tartottam felkészítő órákat, általános iskolásoknak képzőművészeti vagy iparművészeti középiskolákba való jelentkezéshez, és én ezeket mindig nagyon szerettem, és a diákjaim 90%-át fel is vették. Tehát, hogy egy olyan fajta közreműködés tudott így létrejönni, amiből mindenki jól jött ki, és hogy én ezeket az óráimat például imádtam, és az a lényeg, hogy én emberekkel foglalkozom, és teljesen amatőr festészet iránt érdeklődőket foglalkoztatok munkakereten belül, mondjuk napi 3 órában, és azok az emberek is nagyon sok színűek és sokfélék, és nem biztos, hogy önszántukból jönnek oda hozzám mondjuk festeni. És itt keletkezik nagyon érdekes dolog, egy hasonló, mint egy iskolapadban mondjuk, tehát, hogy összeverődik mondjuk 15-20 olyan ember, akik mondjuk nem ismerik egymást, és te ott vagy egyedül, mint tanár, vagy mint aki irányít, vagy vezényi azt a dolgot, és van egy közös célotok, ami, hogy A pontból eljutni B-be. És én úgy gondolom, hogy a legfontosabb pontja ennek az egésznek az, hogy megtaláld azzal a 15-20 emberrel, vagy akár 500-zal a közös nevezőt, és hogyha ez már megvan, akkor könnyebb haladni a célotok felé. A bizalom az kulcs, tehát hogy az egyik legfontosabb kompetencia az, amit egy tanár egy diákkal felépíthet, az a bizalma. Tehát, hogy a diák bízza meg a tanár tudásába, tudja azt, hogy a tanár, hogyha még el is néz valamit, egy évszámot rosszul mond el, mert nem olvasta a jegyzetét, vagy rosszul ejt ki egy nevet, hogy ezekben ő majd kijavítja magát, mert szeretne jó tanár lenni. És ez a szeretet, hogy bízunk abban, hogy ő a legjobbat akarja nekünk, azért az fontos a diák számára is. Tanári szempontból viszont én tapasztalom azt néha, hogy ezt a fajta bizalmat felelőtlenül kezel egyik-másik diák. Tehát, hogy tényleg van az, amikor rosszalkodnak, és ezen magamat változtatnám meg ilyen szempontból, hogy szeretném, hogyha az érzelmeim ilyen szempontból nem befolyásolnak. Nem érezném annyira regresszívnek azt, amikor egy diák mondjuk engem félváról vesz, hülyének néz. Tehát, hogy nem akarok érzelmi jellegű tanárként oda csapni neki, hogy hát bocsáss meg, de menj ki az órámról. Jó, hát ez kicsit nagyon illedelmes volt, de értitek szerintem, amire gondolok, hogy néha azért a jó szándék nem elég, hanem kell mérlegelni is azt, hogy a jó szándék félre mehet, vagy mikor megy félre az óra anyaga, azzal jó pofiskodok, mert szeretnék kellemes órát csinálni, kellemes környezetet alakítani ki, de ez nem mehet mondjuk annak a rovására, hogy itt valakiket tényleg az érdekelt, hogy mi itt a lényeg az órának, tehát mi az, amit itt elsajátíthat. Én nem is azt akartam mondani, hogy csinálj magadból bohócot, és ezért így mondd a figyelmet magadra, tehát szó ne essék erről. Nem, tehát hogy a témánál maradva, de hogy valahogy meggyőzve az embereket. És valóban nagyon nehéz lehet egy 14-től 18-ig, 19-20-ig bezárólag embereket kezelni, mert hogy ugye itt ők tinédzserek, és dúlnak a hormonok, és tulajdonképpen nem fog tudni. Tehát, hogy ő maga sem tudja, ha csak visszagondolok saját magamra, tehát hogy a viselkedést ilyenkor az ember egyszerűen nem tudja kontrollálni, és amikor így rájön az 5 perc, ami akár az egész délelőtről
vagy az egész délelőttöt jelenti, úgy minden órára kihatólag, akkor minden órán vihogni fog, és a földön fog feküdni, és te hiába küldöd az igazgatóiba, akkor sem fog semmi megváltozni. Vagy rögve elmegy az órára, nagyon szívesen megteszi, csak ne legyen következménye. Hát így valamikor a tanárnak egyszerűbb azt mondani, hogy na, akkor fáradjatok ki, gyerekek, inkább nem adok semmit, csak ne bonsd az órarendjét. Hát szerencsére olyan még nem volt, tényleg kiment volna valaki, egyszer kiment egy diák, de az önszántából ment ki, és akkor kapott érte egy beírást. Mert olyan ricsaj csapott ki az órán, és én nem bírtam már kontrollálni az eseményeket, hogy ő azt mondta, hogy itt nem akar benn lenni, mert hogy azt látja, hogy én dühös vagyok rájuk, ők pedig jól szórakoznak, és hogy ez neki nem egy óra. Felállt, kiment. És az elég mély pont volt szerintem nálam. De nem tudom, tehát hogy segítsük egymást szerintem, mi tanárok is, és tartsuk meg ezt a jó szokásunkat, hogy összetartunk. Tehát, na, ez egy jó dolog, amit mondasz, hogy összetartani, hogy nem lehetne összetartani mondjuk a többi tanárral, hogy közös ötletelést csinálni, mondjuk egy matek tanárral, zenei tanárral, vagy bármit, tehát hogy mondjuk például az éneket összekötni. Összeépíteni a tárgyakat. Igen, de hogy ebben is van szerintem. Közös dühöngő a tanáriban. Az van, az gondolom megvan. Potenciál. Minden órában 10 perc. Mert ugye, amiről beszéltünk előző alkalommal, hogy ugye fejleszt mindenféle képességet a művészet, vagy hogy hát a rajz, és szerintem simán lehetne valami fajta közös koncepcióra jutni, és segíteni egymást. Ez most így hirtelen pattant ki az agyamból, de van benne potenciál, nem? Hát a jó tanácsokra mindig érdemes hallgatni azért, tehát hogy valaki tapasztaltabb kolléga már nem ez az első éve, hogy tanít, mint nekem, hanem már a 20. és már mindenből is kapott egy keveset, és tudja, hogy ilyenkor mondjuk mind lehet fejleszteni. És nekem tényleg azt mondták, hogy az érzelmeim ne vigyenek félre egy órát, tehát ne legyen az, hogy én kiakadok egy ilyen nem bosszankodással megy az a hasznos idő, amit a diákokkal tölthetnék, hanem ha van egy olyan eset, ami mondjuk engem kiugraszt a tanításból, akkor azt papíron kezeljem, de érzelmileg nem. És így menjünk tovább. Lenne egy kérdésem, mit gondolsz arról, hogy lehet-e még a mai világban egy tisztességes szakmát egy életen át csinálni? Lehetőség van rá konkrétan ebben, amerre tart mondjuk ma így a világunk, vagy a társadalmunk, hogy szentül hivatásként tekinteni akármilyen szakmára, és azt egy teljes életen át mondjuk, így mint tanár, ezt véghez vinni? Hát jó ember kérdezzem, mert én nem vagyok sajnos a Buddha, meg a mindentudó és a megmondó, mert hogy ez így egy nagyobb dolog, amit most kérdezel szerintem, mint amit én tapasztaltam, meg tapasztaltok, és nem tudom rá a választ. Az viszont tény, hogy nagyon sok lehetőség van, és nagyon sok helyen látom azt, hogy az emberek munkahelyből munkahelybe inkább gyorsan váltanak a nagyobb siker reményében. Ez tényszerű. Szüleim egész életüket egy munkahelyen dolgozták le, ez szerintem egy közös tapasztalat a szüleink esetében, tehát hogy ők náluk ez sokkal inkább volt szerintem jelen, és ez kimutathatóan náluk néha egy életre szóló szerződés De volt. De amúgy szerintetek, hogyha magasabb lenne a tanári fizetés, akkor az megoldás lenne arra, hogy a tanárok aktívabbak legyenek, és boldogabban végezzék a munkájukat, vagy pedig igazából az, aki missziójának tekinti, az a kevés fizetés mellett is a missziójának tekinti. Értem, hova fut ki most már ez a kérdés, így összeraktátok nekem. Hát, hogy ugye van az a mondás, hogy az a lóhúz, tudjátok, hogy a húzólóra kell sok súlyt rakni, vagy valami ilyesmi, és hogy azért ez egy ilyen kicsit kizsákmányolás is valahol. Tehát, hogy nem hiszem, hogy arra kéne appellálni, hogy valaki szeret tanítani, és az ne kapja meg érte a kellő megbecsülést. Természetesen ez nem azt mondtam, hogy ne kapjon normális fizetést, meg szerintem minden
szakma alul van fizetve, de hogy nem csak a tanárok vannak ebben a mederben, vagy hogy is fogalmazzak, csak bennem az is megfogalmazódott, hogy én nem érzem azt, hogy valóban aktivizálna a tanárokat ez, hanem inkább, igen, ezt én érdemlem, aztán cső. Bocsánat, hogy egy ilyen erősen fogalmazom ezt meg, de hogy nem azért kéne választani ezt a szakmát, mert hogy magas a fizetés, hanem azért, mert arra vágyok, hogy a tudásomat átadjam másoknak, a következő generációnak, és ez nagyon fontos dolog, mert tehát én is anyukámon látom azt, hogy neki se magas a fizetése, szóval, hogy benne ott van az, hogy imádja a matematikát, imádja a kémiát, és ő otthon dolgozik azon, hogy társasokat találjon ki a gyerekeknek, hogy kártyákat, fejlesztő játékokat, hogy megértsék, hogy izgalmas példákon keresztül játszom vele a saját pénzét, tehát azt a kevés saját pénzét fekteti abba bele, hogy a gyerekek megszeressék a kémiát és a matematikát, és számára tényleg nem a pénzről szól maga a szakmája. Akkor is csinálja, hogyha ilyen keveset kap, és akkor is boldogan csinálja, hogyha kétszer ennyit, vagy háromszor ennyit kap. Ez fantasztikus egyébként, amit mondasz szerintem, és pont ezért kellene szerintem beszélni a másik oldalról is, az olyan fajta tanári hozzáállásra, amit már az előbb is említettem, amilyen tapasztalatom nekem sok volt egyébként középiskolában, az olyan tanárról, aki igazából nem szeret tanítani, és hogy szerintem erre is lehetne megoldás, nem csak az, hogy legyen pálya elhagyó az az ember, aki nem szereti azt, amit kitanult, vagy egyszerűen nem, na. Igen, ne az legyen tanár, aki nem jó a szakmájában, hanem és arra a problémára, vagy meg lehetőségre akartam volna rávilágítani, hogy ilyen önfejlesztés. Tehát, hogy egy olyan terület, ami mondjuk elnyomásban van, vagy esetleg még cikinek érzi a mai ember, vagy a társadalmunk valamilyen szempontból, például a pszichológia az, hogy mondjuk mindenkinek szüksége van arra, hogy a problémáit megoldja, vagy megbeszélhesse, és hogy tehát, hogy ezt, hogy mondjuk a tanároknak is kéne mondjuk pszichológus esetleg, hogy tovább fejlődhessenek. Hát, főleg, mert az a rengeteg negatív tapasztalat, stressz minden, igen, ami benne van a munkában, de hogy bőven... És nem csak a politikusoknak járjon napi egy óra beszélgetés egy agyturkásszal, úgymond, hanem mondjuk tényleg nem csak a tanároknak, nem úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége lenne. Mert most kezd tényleg elfogadott lenni, de még mindig nagyon sokat tiltakoznak. Ha mondjuk azt mondanám, hogy én pszichológushoz járok, akkor mondjuk 10-ből 9-8 barátom azt mondaná, hogy nem vagy normális. Hát itt vagyok én neked, pszichológusnak. Nem. Ezek nem. A barátok? jó, de hát úgy értem, hogy igen, ez, mert... De szerintem ez inkább az, hogy a többségnek a fejében van az, hogy aki pszichológushoz járnak, van egy problémája. Egyébként én meg pont fordítva tapasztalom, hogy nekem a kis baráti buborékom az, aki nagyon-nagyon elfogadó, és mindenki tudja, hogy hát a pszichológus az jó dolog, de akkor is van belőle mondjuk egy 3-4 ember a 10-ből, akik mondjuk nem értik, hogy miért kell ez. Amúgy vannak olyan iskolák, ahol már van pszichológus, mint kifejezetten. Hát van iskola pszichológus, minden iskolában kell, hogy legyen egy. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez mondjuk a tanárokra is vonatkozik, tehát hogy ők is fordulhatnak-e hozzá. Fordulhatnak hozzá, viszont... Valószínűleg nem is az a szakterülete. Vagy hát, tehát, hogy valószínűleg az ifjúságra koncentrál, meg azoknak, igen, a problémáira, és nem a... Hát átír valakihez, akit ismer, tehát, hogy ilyen, szerintem lehet ezt így csinálni. De az iskolapszichológusnak nem a tanárokkal van dolga elsősorban, az biztos. Én ezt így tudom. Mondjuk elvileg ingyenesen ugye... lehet járni pszichológushoz, tehát hogyha felírják, vagy valamilyen, tehát javaslat alapján el lehet járni ingyenesen is kezelésre. Én most csak spekulálok egyébként, nem tudom pontosan. De nem biztos, hogy az emberek automatikusan élnek ezzel a lehetőséggel, viszont hogyha ott van valaki, aki így segítségükre lenne, akkor könnyebben hozzájuthatnának ehhez a lehetőséghez, vagyis hogy megismerkednének vele.
Meg hogyha ez egy ilyen elfogadott dolog lenne, akkor tényleg úgy mondom szégyellné azt, hogy mondjuk már ki van borulva, mert annyira stresszes a munkája, hanem ez egy természetes dolog, hogy egy kicsit megbeszélhetik, kiadják magukból ezeket a problémákat, és akkor újult erővel tudják magukat belefektetni. Vagy egyáltalán megoldást találni. De amúgy abszolút kell, és most vissza is térnek, hogy most már beszélgetünk. Abszolút is kell szerintem egyébként, hogy valamilyen értő fül hallgassa meg azt, ami gondunk, bajunk. Tehát, ha másút nem, akkor ugye otthon én rendszeresen kiadom a lelkemet a kis szerelmemnek, ő pedig rendszeresen kiadja a lelkét nekem, és akkor így egymást tántorgatjuk itt az életnek a durvábbik területén, de abszolút érthető ez az igény, hogy mondjuk lehessen tényleg szakmai, aki érti is azt, amit... De például az iskolákban tanároknak van csapatépítő? Lehet nekik egy ilyen feltöltő nap, amikor elmennek közösen együtt kirándulni, és... Van egy, amit nyáron tartunk meg, ez egy közös tanári tanulmányi kirándulás, és pont nyáron, amikor szünet senki van. Nem érve. Igen, tehát nem és évközben. És egyszer voltam egy ilyen, akkor megnéztük azt hiszem a Grassalkovics kastélyt, minden nem tudom most pontosan, egy kastélyt néztünk meg a nagy kertjével együtt, és hogy ott megnéztük a botanikáját ennek a kertnek, hogy épül fel. Izginek nagyon izgi volt. Tehát, hogy nagyon sok dolgot láttunk, ami biológusokat abszolút lázba hozott, és szerettek róla beszélni. Viszont egy kicsit olyan különcnek éreztem ezt az időszakot, mert nem ismertem még a tanárokat. Személyes tapasztalatról nem tudok beszélni, de van egy ilyen alkalom biztosan, és egy biztos, hogy kötelező is, tehát azért van, mert kötelező, de én nem sok olyan embert láttam, aki mondjuk élvezettel megy ilyen csapatépítőkre. Kicsit ez a kötelező jellege van a dolognak. Mint bemenni az iskolába reggel. Hát én azt gyerek. Érzem, hogy ez ilyen ott kell lenned kategória. Talán tényleg még ilyen lehetőségeket lehetne a tanároknak, hogy önként mennének inspirálódó foglalkozásokra, amit támogatnak nekik, tehát hogy van lehetőségük arra, hogy mondjuk te jelen esetben a szép művészetibe ingyen mehessél be, vagy tényleg ingyen mehettek be? Vagy van amilyen csoporttal kedvezménnyel mehetünk be a műcsarnokban, is ugyanez a helyzet, azt hiszem, de most nem tudom pontosan, a műcsarnokban múltkor úgy mentünk be, hogy csoporttal mentem 15 fő fölött, és 900 forintra tudtuk lealkudni a tárlatlátogatással egybevéve a Gerhard Richter kiállítást, ez még ugye az év folyamán volt, előző évben, és hát ez így történt. Tehát egy teljes kedvezményt én még nem láttam sehol, ami 100%-ig mindenkinek ingyenesen tenni. Hogyha ilyen ingyenes programot akarnék csinálni, akkor valószínűleg végigmennénk a Bartók úton, és akkor ott az összes kis galériába benéznénk, mert ott azok ingyenesebbek. És akkor azzal is megvan egy program, hogy végignézzük őket. De múzeumokban ilyet nem sokat láttam. A Ludwigban elég jó kedvezmények vannak. Itt a reklám ideje. A reklám ideje, igen. Mert nekem most például tényleg ez jutott eszembe, hogy ez is egy lehetőség, hogy ti is inspirálódtok kicsit, hogy feltöltődjetek, tehát hogy te magad is, hogy mondod, hogy érdemes, hogy mindig egy kicsit másabb feladatokat adni a gyerekeknek, és akkor honnan máshonnan inspirálódj, mint a műalkotásokból. Illetve ami nekem ugye még felmerült, amiről előző alkalommal beszéltünk, hogy ugye múzeumpedagógiai programok is vannak, amikre talán a diákokkal együtt is meg lehetne jelenni, és ezáltal pedig talán rólad is vennének le egy kis terhet az ottani szakemberek. Hát igen, ezeket érdemes azért figyelni, meg sasolni, hogyha van lehetőség, akkor abszolút lecsapni rá. Meg volt egy érdekes tapasztalatom egyszer, hogy a tanár vitt be külsős programot az iskolába, tehát olyan előadót vitt be, olyan szakembert vitt be, aki egy sajátos megközelítésből mozgatta meg mondjuk a diákokat konkrétan ebben az esetben. Az én személyes tapasztalatom az a Silf Mária nevű festő mestertanárnőhöz köthető, aki egy ismerősét egy kontakt táncban, vagy kontakt, nem tudom,
hát ilyen mozgásterápiában járatos hölgyet hozott be, és akkor vele együtt próbáltunk el közös olyan csoportos mozgásokat, amelyekben egymásra reagáltunk, és magunkra figyeltünk közben. Tehát, hogy hogyan reagálsz egy másik testre a saját testeddel, és hogy te mit akarsz beletenni ebbe a mozdulatba, a saját kereteidet hol ismered fel. Ezek nagyon izgalmasak voltak, és ezt abszolút mai napig is, hogyha mondjuk performance-ról kéne beszélnem a diákoknak, akkor valószínűleg ezt említeném, mert ez egy személyes tapasztalat volt, és tök jó volt, hogy behozta, és tökre más volt, mint amit mondjuk egy átlagos festéssel eltöltött napomon. Ez nagyon érdekes, de sajnos szerintem itt Budapesten van igazán erre lehetőség, de nekem pont erről most eszembe jutott a édesanyámoltól kezdeményezett kis program, hogy láthatatlan kiállítást csinált a diákjainak, és akkor szépen besötétítette az egész tantermet, és készített nekik ilyen kis dobozokat, amikbe elhelyezett tárgyakat, és akkor ki tudták találni, hogy ez mi is, és végigment rajta mindenki, tehát hogy így vezetett volt az útjuk az asztalokon keresztül. Nagyon érdeklődőek voltak a gyerekek, és nagyon élvezték a programot. Tehát, hogy lehet, hogy talán még így is be lehetne az osztálytermekbe hozni más módon is a művészetet. Hát ilyen szenvedéllyel, meg kreatív ötletekkel. Igen, persze. Mindig valami újdonsággal fenntartani a figyelmet. Ja. Ez az igazán nehéz feladat. Igen, ez egy nagyon nehéz kihívás, de hogy már önmagában, amit mondtál, hogy ugye le vagy terhelve, és akkor még jöjjenek a plusz ötletek, azért tényleg fárasztó lehet ez így neked. Hát de hogyha már azt nézzük, hogy nekünk is, akik ugye mondjuk szakmabeliek vagyunk, nekünk is így a felfedezésnek az a része, ami a tanulással ment el, tehát tanulmányrajzok, csendületek, stb., abban is mi megtaláltuk az érdekeset és az izgalmasat, úgy, hogy közben, mivel valamennyire kondicionáltak voltunk erre, úgy kerültünk be az egyetemre, hogy ezt már tudtuk, hogy ez lesz, vagy várható volt egy ilyen szintfelmérés, úgymond, hogy tudunk-e rajzolni, vagy fejlesszük magunkat, de egy középiskolás diák például nálam, az volt, hogy így teljesen élvezte azt, hogy végre valaki megtanít engem portrét rajzolni, vagy megmondja, hogy hol vannak az emberi test arányai, vagy hogy mennyire hosszúnak kéne, hogy legyen a keze ebben a pozícióban. Tehát, hogy ezeket a dolgokat, hogy embert rajzoltattam velük, azokat nagyon érdekesnek találták meg, hogy ugye külön szerepet kapott az, aki úgy kapott ötöst, hogy ő egy helyben ül, ő a modellünk, őt rajzolják, és akkor nyilván róla ő azért kap ötös, mert nem tud rajzolni az órámon, de a többiek rajta gyakorolnak. Versengvel jelentkeztek, hogy ki legyen a nagyon-nagyon versengve. Így kell toborozni. Igen. És hát, hogy ez azért egy teljesen más helyzet volt, mint amit eddig tapasztaltak, mert itt az volt, hogy emberek állnak fel különböző pózokban, és akkor kitalálják azt, hogy hogyan állnak, ők meg megpróbálják megfejteni a valóság látványát. Tehát, hogy ez nagyobb kihívás, de szerintem ilyen teher alatt nő a pálma szinten sok embert inspirálhatott. Hogy na most végre valami ott csinálunk, amit én nem hittem volna, hogy képes leszek, de hogyha megpróbálom, akkor hátha. És ez egy ilyen viszonylag ilyen elvárásos dolognak tűnik, de nem volt nyögvenyelős szerintem. Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. És örültünk, hogy itt voltál velünk. Köszönöm minden kedves hallgatónak is a figyelmet. Sziasztok! Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok.